A mutánsokról először a vietnámi háborút követő párizsi békeszerződés megkötésekor hallottunk 1973-ban. 6 nappal később láttuk, amikor az egyik mutáns, Eric Lenscher, megtámadja az elnököt és munkatársait a Fehérház kertjében. Az életüket egy fiatal mutáns mentette meg. Lenscher eltűnt, és azóta ő a legkeresettebb szökevény a világon. Ami a lányt illeti, őt sem találják. De egy újkor jelképe lett. Egy olyan világé, ami már soha nem lesz olyan, mint azelőtt. Az a lány az enyém. Tény, hogy félelemmel és gyanakvással fogadták őket. De a legtöbben úgy is nézel ki, mintha az apja lennél. Élnek, mint mi. Elnézést, uraim, minket is beavatnátok az izgalmas beszélgetésbe. Kimehetek a mosdóba? Valami nem stimmel a szememmel. Menj csak. De utána ugorj be az igazgatóhoz, és meséld el neki, hogy megint megzavartad az órát. Ismered a járást? Igen, persze. Rendben. Egy pillanat, várjatok! Tudom, hogy nagyon kicsik voltatok még akkor, talán 4 évesek? Summers! Tudom, hogy itt vagy.